Sziasztok, üdvözlök ismét mindenkit! Aki az előző videóimat látta, most körbenézek a lássátok, hogy melyik vágányom vagyok. Igen, azt már bejártam korábban, ez volt az evek óta telepen meg a Téla gyára vezető vágány a Tárna utcán. Ez pedig egy már nem használt. Viszont kommentbe írtátok, hogy itt is volt egy iparvágány, és valóban egyébként így a nyomait látszanak, így egyenesen ment az Orionba. Az Orion gyári kiágazás is itt volt. Hát valószínűleg itt lehetett egy másik váltó, és abból ágazott ki. És hogy ezt már felszedték, hát akkor nézzük meg szerintem. Akkor lesz a következő, járjuk be, és nézzük meg, hogy hova vezetett. És hát, ha még valami nyomát is találjuk. De egyébként megnéztem a Google-nek az utcaképeit is, hogy ez már 4 évvel ezelőtt se volt meg. Ezt nem frissébe szedték fel, hanem már évek óta. És erről még képet se találtam, amikor még megvolt. Ott, amit a videóban is mutattam az Akna utcairól, arról még 2000-es képeket találtam a neten, amikor még megvolt. Úgyhogy azt is jól tippeltem, hogy hol mehetett a vágány, de hát látjátok, az ágyazat az itt maradt. Hát itt szépen a bazaltköveket itt hagyták, minden mást, a talfákat, vagy betonaljakat, meg a sineket szedték csak föl. Azt egyébként nem tudni, hogy milyen, meg milyen megfontolásból szednek föl egyes vágányokat, egyeseket meghagynak ott, ahol vannak. Mondván, hogy enni nem kér, és most minek szedjük fel, ha nincs útba senkinek. Lehet, hogy volt valami tervezzel a placsal itt, és az önkormányzat kérte, vagy egyik követelte a mártól, hogy szüntessék meg, aztán végül, vagy arra is volt egy-két helyen példa, hogy saját költségére itt megcsinálta a önkormányzat, vagy valaki a iparvágány eltakarítást, amire a MÁV azt kimondta, hogy neki már nem kell. És hát igen, eddig látszik a helye. És innen meg. De itt is egyébként így a fű alatt azért lehet bazaltköveket találni. Úgyhogy haladunk szépen előre. És igen, egyébként az Orion gyár az valóban itt volt. Valahol. Igen, és lehet, na itt egy talfa. Ez itt egy talfa maradvány. De azért lehet itt még nyomokat találni arra, itt valaha vasút volt, és igen, valóban. Ez itt egy talfa. Haladjunk előre, mert nagyjából megvan az a nyomvonala. Egyébként itt nem bonyolult egyébként, még nyíl egyenesen ment végig. Szóval meg fogjuk találni. És egyébként hihetetlen, de nagyon tavaszias idő lett itt most tényleg egy fél óra alatt. Kisütött a nap, meg nem fúj már a szél, és hihetetlen. Mintha már tavasz lenne. Tegnap pedig még ilyen nagyon jeges szél fújt. Bár hőfok szerint hideg annyira akkor sem volt, még ilyen 1-2 fokok voltak, viszont nagyon erős szél fújt, és akkor sokkal hidegebbnek éreztem. De hát haladjunk előre. És hát itt vagyunk. A Téglavető utcánál, tehát szinte biztos, hogy valamelyik kapun keresztül ment be az iparvágány. Na jó, egyenlőre ezt a kisebb Balaton-tesztit megpróbálunk kikerülni. És itt van. Szerintem ez lehetett az iparvágánynak a bejárata. És itt ment tovább arra. Csak ott úgy látom, elfogyott az út, úgyhogy nem tudok tovább menni, de egyébként ez lehetett az iparvágány bejárata, de nyomai nincsenek innen, azért eltakarították rendesen. Nem hagytak az úton se nyomot. Lessünk be.
tudnak jobban belesni, de nincs itt már nyomai parvágánynak. Meg nem is biztos, hogy ez még mindig az Orion területén van. De itt lehetett, igen, így jött valahogy a vágány, és akkor itt egy ívvel bejött azon a kapun. Hát akkor ez ennyi lett volna. Hát egy-két talfa maradvány találtunk, más-más sajnos nincsen. Úgyhogy akkor ez a videó az ennyi lett volna. Na, itt voltam, akkor köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!